Sziasztok! Itt Pitti Paldi! És, amint látjátok, kaptam egy Super Magica chestet, ami nyitható lesz, és ki is fog nyitni ebbe a videóba. Sőt, sikerült elérnem, mondjuk sajnos videón kívül, a 2600-at. Így most a 9-es arénában vagyunk, egyre közelebb a 3000-hez. Reméljük majd, a Super Magica chestből kapunk olyat, ami előrébb fog minket vinni. Kicsit donételünk. Jó, ezt is letudtuk. Gyors, kinyitjuk a Clone Chest-et, 2v2-ben, reméljük sikeresek leszünk. Egy jó barátomat fogom invelni. Reméljük játszik velünk. Aztán majd látjuk, mi lesz belőle. Reméljük sikerül győzelmeket aratni. The Grave Mesterrel. Jó lapokat kaptunk kezdésnek. Szerintem ide balra fogunk indulni. Lerakok egy varázslót. Ő már indított egy lovagot, meg egy disznó lovagot. Vagy disznó lovas, miről beszél? Szerintem kidefelheti, vagy nem fogja kidefelni? Jó, akkor ott egy elektrosokkot emint elindítunk. Egy disznó lovas, trakunk, hoppá! Egy kis pekka beindult, és volt egy hatalmas lagom, nem tudom mitől történt. Na mindegy, nagyon szépen megütötte. Igazából rettenetesen beleütött a tütni a disznó lovas, szóval azt tudom mondani, hogy jó trade volt. Amazonot még megnyerték ők. Indítok egy csontvás sereget, hogy azt fogja támadni, jó. Jó lenne ő rakna a másik oldal valamit, ami tud sebezni. Mert amúgy bebukjuk a tornyot. A bal oldalon. Ajaj. Rossz helyre raktam le sajnos a Valkürt. El is buktuk a tornyunkat. Kirage-elt, amit nem értek, hogy miért. Ez egy nagyon jó kezdés. Kinevetnek minket. Ez szomorú. Az igen. 608 élet a főtorony. Azt hittem azért jobban fog menni egy kicsivel. Sokkal nem is, hoppá. És le 3-0-áztak minket. És hát ilyen eddigi duózásaink vagy együttjátszásunk során azt tudnám mondani, nem nagyon történt meg. Most volt az első, pedig többször gyakoroltuk ezt. Nem tudom, mi történhetett. Nem voltunk most összhangban, azt tudnám mondani. Na nem baj, most talán sikerül nyernünk. Hát ez így vicces azért, hogy őszinték legyünk. Ez mondjuk így szokott lenni, hogy videó, persze, hogy az ember könnyebben megy videó nélkül, mint videóban. Na, most tud inteni egy nagy lovagot, az most talán jobb lesz. Rakok én is a pokoli sárkányt le, az ő bébi sárkányát megöljük. Két íjászt kapott egy dűt. Rakok le egy villámtámadást. Az óriást megöltük, hoppá. Egy pekka. Én rakok alá még egy dűt, ő klónozta, nagyon jó. Akkor meghat mindenki. Ó, basszus. Jó, az megvan, az a miénk, az a torony. És ha most sikerül jó cserekednünk, akkor talán meg lesz a... nem lesz meg, mert meghal a szegény pokoli sárkány. Hoppá, nagyon jó, azt legalább hamar megsemmisült, a sírkője. Vagy nem is tudom, az a neve, sírkő, de szerintem az jó. Hoppá, nagyon alázzuk, ez csak a miénk, csak a miénk. Ott van, jó, az előző után most azért sikerült elég gyorsan le 3-0-áznunk. Büszkék lehetünk magunkra. Úgyhogy. Jöhet a következő meccs, nem is lépünk ki, csak így gyorsan durran, csak befele, hogy gyűjjenek a koronák, és legyen meg a 10. És... nyitható legyen az a Clone Chest is. Hát remélem, srácok, ti is kíváncsi vagytok, hogy mit fog adni. Mert én nagyon, hogy őszinték legyünk. Remélem, lesz benne tényleg valami igazán jó. Nem csak valami hülyeséget ad, hanem tényleg ami használható és erős. Hoppá! Kap egy elektrotámadást. Az igen, jó megszett a tornyunkat. Nem tudom, mi van velünk, de nagyon nagyokat kapunk. Jó, rakott le egy nagy lovagot. Ami igazából most per pillanat nem tudjuk kihasználni. Miért nem ugrott? Annak ugrania kellett volna. Csak valószínűleg ő nem tudott róla, hogy neki ugrania kéne. Muszáj egy pokosságon derakni védekezni sajnos, nincs más. Jó. Elbuktuk egy tornyot. Jó, még azért nincs veszve a dolog. Most legalább nem tették be az egész izét. Sávot, hál' Istennek.
Jó. Ezt meg akarjátok? Ja, jó. Jó. Egy elektromos varázslatot leraktunk, az hál' Isten ki tudta védeni. Jó, az megszedett minket, de nem annyira. Én nem tudok tartani semmit. Egy tűzgolyó sajnos. Teljes mértékben kiítettek a seregünket. A túloldat indítsd le. Majd megpróbálom levédeni. Jó. Azok a mieink. Lerakok egy pokasárkányt, és jó lenne egy dűt alá rakni. Tudsz? Jó. Jó, ez sikerült. Oda nyomok egy elektrotámadást. Ő meg logot, nem kellett már egyszerre farönkölni. Jó, 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 jó. A pokol elkezdte szedni, az biztos, hogy kiszedjük. Azt elszedik. Az a miénk. Nem. A klón miatt nem lett meg. Mert letargetelt róla. Igen. Köszi. Köszi. Ez így azt nem mondani, hogy vicces volt kicsit, de jó legyen. Ezt kikaptuk. Megint sajnos. De 100%-ig kikaptunk. Nem fogjuk tudni bevédeni. Hát nagyon éppen. És 28 másodpercünk beütni egy tornyot, hogy átmenjünk a végső csatába, ami nem fogunk átmenni. Amarról én megpróbálok benyomni, ha a pokoli sárkány tudja végig szedni, az megöli a tornyot instant, és nem fogja tudni szedni, mert pont nem. Jó, megvan egy torony, és amaz oldalt, meg lesz még egy torony, és akkor úgy viszont megnyerjük, ha az megvan, jó, megvan, tökéletes. Ajaj! Éppen! Az a csontvásárjuk megmentette a tornyot. Szerintem lehet, hát együttésben lehetne, de kettő biztos, hogy kiszedte volna, és ugye 0,7-tel üt a favágó, ami rettentő sok, ha azt nézzük. Nem tudnám azt mondani, hogy könnyed meccs, kis meccs volt. Azt ilyen internet problémám van. Ez az így vicces. Na jó, de betöltött, szóval nagy baj nem lehet. Jó. Melyik oldalra indítunk? Én nem szeretek válni, el szoktam rakni előre kártyát. Jó, pakoljad. Tudjuk merről jön. Rakok le egy pokol. Jó. Raktam le egy pokoli sárkányt. Nagyon jönnek arról, majd rakok le mindjárt egy csontvásereget. Jó, az is jó, de rakok a csontvásereget is mellé. Jó, az megüti a kis pekkát. Oké, okay, az a torony meg lesz szerintem. Szép, leklónozta, adok neki egy dűt. Raktam, ne rak. És 3-0. Hát, eddig így játszottuk a közös meccseinket. Megmondom, amit együtt játszunk, azóta tényleg egyszer kaptunk ki a kezdésnek. Rögtön az első meccsen. És még, ha most megint 3-0-ázunk, akkor megvan. Akkor megvan a Crown Chest. Amivel aztán nagyon boldog lehetünk, és ki tudjuk nyitni. És végre megláthatjuk a bűvös. Ez mi történt? Miért lépett ki? De jó, hát szórakozik velünk a játék, nem akarjuk kinyitsuk azt a kettőt. Most látszok, arra gondoltam, hogyha elérjük a 100 feliratkozót YouTube-on, akkor lesz facecam, hogyha szeretnétek. Szóval döntsétek el, hogy akartok-e vagy sem. Meglátások jöhetnek kommentbe, hogy ki mit gondol, jó ötlete vagy sem. Aztán megvalósítjuk, hogyha tényleg úgy gondoljátok. Jó. Pokoli torony nagyon szed. Kapott neki egy sebzést, hogy abba hagyja. A nagy lovagot ne szedje. Jó kell a Valkür. Igazából csak két tornyot kell megölni, nem kell 3-0-ázni, az már kiderült. Hát jó. Szedünk bele egy kicsit legalább, ha nem is sokat. Ne nyomjárt. Rakok egy varázslót a másik varázslója ellen. Hát amit te raksz egy boszorkányt, jó? Jó lesz ez. Hoppá. Elklónozta, de hát igazából jól megszedte a seregünket, de annyira nem volt vészes. Jó. Nem is tudom, ki áll jobban. Hát talán ő áll, mert nekünk az egy tornyon csak 1200 élete van.
ki kéne egy jó támadást bírni. Nekem lenne pokoli sárkányom is, meg disznó lovasom. Látom, neki van nagy lovagja. Ami mehetne oda le, az a nagy lovag. Ha gondolja. Jó, nagyon tökéletes. Ez így jó lesz. Lesz egy elég erős támadásunk azon, de nem is a disznóvas, inkább a másik oldalra is indítom, mert főleg, hogy egy pokoli sárkányt? egy pokoli toronyot lerakott, gátolva ezzel minket. Jó. Opa, dupla ugrás, nagyon szép, nagyon szép. Az milyen kis az a torony? Egy torony megvan. Akkor most el kell dönteni, elmegyünk a 3-0-ra, vagy megegyezünk 2-vel, de inkább szerintem legyen az a 3-0, az a nekünk való. Nézzük a pokoli sárkány mennyit tud kiadni magával, mennyi sebzést, és kiadja azt, amit kell. Srácok, és kiadta. Igen. Meg lett a 3-0. Úgyhogy ez jó. Nem remecselünk, hanem csak kilépünk. Megnézzük, mi történt a klánban, milyen aktivitás van. Nem csak kiírták, hogy kapott egy Giant Chestet. Nézzük, nyissuk ki a Kront. Hogy mit ad. Kaptunk aranyat. 523 aranyat. Ez tökéletes, azt tudnám mondani. 2 gem, csontvázak 16-szor, ízápor 46, ha használnám jó lenne, sírkő 7 darab, és nézzük az utolsó kártya, mondjad, én kaptam viszont egy óriás csontvázat, ami nem rossz, és srácok, nézzük, kezdődjön el, mindenki kész. Úristen, nézzük, mit ad. Remélem valami jót. 5700 arany, mondjuk ez nagyon pozitív, az 5700 arany. Azt tudnám rá mondani, hogy ezért ez... Jó, drukkoljatok. Ez nagyon kevés a commandnak. Többet kéne kapni belőle. Még mindig kevés. Még nem adta ki a megfelelőt belőle. Megvan. Most adjon annyiért, meg effiket, hogy az utolsó legendás lehessen. Kiadt a kommandos, ez 100%, hogy megvan. A rare is. És igen, legendary. Hál' Istennek kiadott annyi... Baba sárkányt, nézzük, valami jót. Úristen, mit ad? Igen! A favágót, az öreg favágót kirecsintette. Ez, srácok, ez igazán jó, nem haragszatok meg, csinálok gyorsról egy képmetszést, hogy megmaradjon, mert ez azt mondom, hogy tényleg, hát ez valami eszméletlen jó, és úristen, szerintem egy nagyon jót nyitottunk, meg vagyok vele elégedve, illetve végre még együnk, ami azt nézi, nagyon jó, egy ütésre üt, 200-at, és 0,7-enként üt, szóval kevesebb, mint egy másodperc alatt üt egyet. Igazán jó. Hát, srácok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és szavaztok.